Téged pedig az zavar a leginkább, amikor elmondják előre a poénokat. Hát, hogy vagy állandóan beszélnek, vagy beszélni akarnak a filmről, hogy te most akkor ezt látod, de most tényleg, én ezt nem, én, ha nézek valami, mondjuk egy jó filmről beszélek, akkor teljesen rá akarok koncentrálni. De amúgy ez lehetett volna színházban is. Hogy mindenen röhögnek, van olyan, hogy nincs is vicces részben, de röhögnek, én is azért nyomtam egy hangosan kommentáznak. Most nekem például eszembe, ez színházra is vonatkozhat, és színházban is van olyan, hogy hangosan kommentálnak dolgokat. Most legutóbb volt. Hát az még zavaróbb. Hát főleg, igen, hát főleg, hogyha olyat kommentálnak, vagy volt olyan is, hogy bejött egy részek pár, és akkor mondta, hogy baronni csinek helyén még egyet. Jézus. És akkor ki kellett vezetni őket, és hát nem tudsz mit csinálni, kinézel, hogy mert hogy ezt nem tudsz felkészülni. És erre mondta azt szegény Marci, Karinti Marci, hogy ez benne van, hogy a néző megvette a jegyet, nyilván most nem a részében, benne van, hogy kommentálhatja és reagálhat a dolgokra. Igen. Ez nagyon érdekes, mert például nem olyan régen hallgattam egy rádió műsort, klasszikus zenéről volt szó, és hogy nálunk például Magyarországon mennyire nem divat egy olyan előadásról távozni, ami mondjuk nem tetszik. Igen. Olaszországban még a mai napig fütyülnek, kiabálnak, megdobálják paradicsommal, ha kell, és ez egy régi dolog, hogy nekünk valahogy átalakult ez, és mindenki viselkedik. Igen, még akkor is tapsolni kell, amikor nem tetszett az előadás. Igen, viszont nem, nagyon ritkán lehet tapasztalni ezt, úgynevezett standing ovation, tehát amikor fölállva tapsolnak valamit, ami meg nagyon tetszik. Tehát mi ilyen nagyon jól neveltnek tűnünk, és nagyon furcsán viseljük, amikor valaki kommentál. De szerintem is roppant zavaró, hogyha úgy viselkedünk ilyen helyen, ahol a figyelmünkre tart igényt egy produkció, akár színház, akár mozi, akár cirkusz, hogy mi akarunk a főszereplőjévé válni valaminek, amihez semmi közünk.